Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 24. szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Almási Tibor 1959-ben született Szarvason, ahol 1977-ben érettségizett a Vajda Péter gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán. 1983-ban kapott tanári diplomát magyar és történelem szakokon, emellett végzettséget szerzett latin speciális képzésben is. Tanulmányai kezdetétől legfőbb érdeklődési területe a magyar középkor története volt. Ismereteit etéren elsősorban Karácsonyi Bélától és Kristó Gyulától szerezte, még latin nyelv tudását Mag Ferenc, Dér Terézia és Karácsonyi Béla oktató munkájának köszönheti. Filológiát Szeleczky Kardos Samutól tanult, közép-latin és gyakorlati segédtudományi ismereteit pedig főként Karácsonyi Béla speciális kollégiumaiban sajátította el. Egyetemi pályáját könyvtárosként kezdte a Történeti Intézetben. 1985-ben a középkori és koraújkori magyar történeti tanszéken jutott álláshoz, ahol a nagy sikerű korai magyar történeti lexikon munkatársa és bibliográfiai szerkesztője lett. Kutató munkájának középpontjában eleinte a 13. századi magyar történelem állt. Doktori értekezésre, amelyet 1986-ban védett meg, a tatárjárás történetírójának, Rogériusznak a pályájával és munkásságával foglalkozott. 2000-ben a millennium kapcsán elkészült Magyar századok sorozat számára monográfiában foglalta össze a 13. század történetét. Az 1980-as évek óta számos forráskiadvány elkészítésében vett részt, és ennek révén fokozatosan a történeti forrásszövegek kerültek kutatásai középpontjába. Számos nagy fontosságú latin nyelvű kútfő fordítását készített el, amelyek közül kiemelkedő fontosságú az 1279 évi budai zsinat végzéseinek elsőként való magyarra ültetése, illetve annak a hírhedt kegyetlenségű ítéletlevélnek a magyarra fordítása, amely 1330-ban a királyra fegyvert emelő Záv Felicián sikertelen merényletét torolta meg. Almási Tibor munkásságának központi elemét mindezek mellett immár 3 évtizede az anjoukori oklevéltár monumentális forrásfeldolgozás sorozata jelenti, amely célkitűzése szerint több mint 70 kötetben fogja közzétenni a magyarországi anjoukor teljes oklevél hagyatékát. A vállalkozást megalapító Kristó Gyula 2004-ben bekövetkezett halála óta Almási Tibor a sorozat főszerkesztője. A forrás feldolgozói és kötetszerkesztői feladatokat munkatársakként nagy részt egykori tanítványai teljesítik. E kutatások egyetemi bázisát a Bölcsészettudományi Kar Történeti Segédtudományok Tanszéke jelenti, amelynek 2005 óta ő a vezetője. Oktató és kutató munkája mellett Almási Tibor számos közéleti feladatnak is eleget tett. A József Attila Tudományegyetemen 1997 és 2000 között a hallgatói ügyek rektorhelyettese volt, 2005 és 2008 között pedig a bölcsészkar dékáni feladatait látta el. 1997 óta 22 éven át fogta össze az egyetem karközi kollégiumai szervezetének munkáját. 2012 óta a Történelemtudományi Doktori Iskola medievisztikai programjának vezetője. Munkásságát több kitüntetés kísérte, amelyek sorából a legjelentősebb a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit, aki megjelent, megtisztelt a mai előadáson. Szeretném a ma este során bemutatni a magyar középkor 700 évvel ezelőtti világát, a 14. századot.
elsősorban a korból fennmaradt okleveles hagyatékon keresztül. Úgy gondolom, hogy valamelyest a cím elemei magyarázatra szorulnak, mert tisztább lesz a kép, hogyha ezeket az alapparamétereket a helyén látjuk. Az, hogy Anjou, az ugye egy dinasztia neve, illetve egy földrajzi, kormányzati, középkori kormányzati területnek a neve, egy tartomány Franciaországban, a mai Franciaországban. Maga a kormányzati egység, a tartomány a történelemben három dinasztiát adott. A legrégibb múltja önállósulásának a kezdetei a 10. századig nyúlnak vissza, és az első időszakban még ez alapvetően a norman viking történelemhez, a francia történelemhez és az angol történelemhez kapcsolódott. Jó ideig angol kézen volt a térség, de föld nélküli János, ugye a Magna Chartának a kiadója, elveszítette a franciákkal, Fülöp Ágosttal szemben, és onnantól kezdve francia kézre került. Ezt követi a második Anjou dinasztiának az időszaka, amely egyértelműen a francia Capeting házból ágazik ki. Tudnélik, 9. Szent Lajos 1245-ben öccsének, első Károlynak adományozta az Anjou területeket, és hát ez az a szakasza az Anjouk történetének, ami számunkra is rendkívül izgalmas, mert az európai nagypolitikában ezek az Anjouk központi szerephez fognak jutni az 1260-as években. Ugyanis a pápaság, amelyik hosszú ideje élethalál harcot vívott a Szent Római Birodalom császáraival, és ennek a leghevesebb szakasza éppen a 13. század közepére esik, amikor II. Hohenstauf Frigyes császár egyszerre uralja a német birodalmi területeket és a dél-itáliai nápoly-szicíliai kettős királyságot, amivel harapófogóba szorította a pápaságot. A pápák viszont szabadulni szeretnének természetesen a Hohenstaufoktól, és az ekkoriban felemelkedő, megerősödő francia királyság a pápaság segítségére siet, aminek az lesz az eredménye, hogy Hohenstauf Frigyes halála után a francia befolyás megerősödik a térségben, és a Frigyes utódokat lényegében a Capeting dinasztia tagjai, és hát elsősorban Anjou Károly szorítja ki a térségből, aminek nyomán pápai hűbérként a francia Anjouk megkapják az egykori Hohenstauf nápoly-szicíliai királyságot. Na most ez a magyar történelemben ott válik érdekessé, hogy az új uralmi rendszer nemzetközi elismerést keres, és ez találkozik Magyarországon az ifjabb király, 4. Béla elsőszülött fia, 5. István önállósulási igyekezetével, aki apját ország megosztásra kényszeríti, és az ország megosztás nyomán ő is önálló külpolitikai mozgásteret keres. A két dolog 1269-ben, ez a két igyekezet egy kettős házassági szerződés formájában ölt majd testet, aminek az lesz az eredménye, hogy egy fiúval, egy lányjal száll be mind a két oldal a történetbe, és míg a Magyarországról kiküldött királylány Anjou feleségként majd 14 gyermeket fog szülni, addig a másik oldalon a Magyarországra küldött Anjou királylány Kun Lászlónak hát egyáltalán nem fog feleséget szülni, sőt, hát még a főpapoknak azon is sokat kell ügyködniük, hogy egy szobába zárják be őket időnként, hát ha lesz belőle valami, de Kun László végig gyermektelen maradt, tehát Magyarországon ez meddő terméketlen házasság, szemben Nápollyal. Azért érdekes ez számunkra, mert amikor az Árpádház 1301-ben kihalt, akkor az egyik trónkövetelő pontosan ebből a nagyon termékeny házasságból kiágazó családfa révén tud magyar jogigényt támasztani, és hát ez lesz az a
fiatal ember, Károly Róbert, aki 12 évesen 1300 augusztusában beérkezik Magyarországra, hogy megdöntse harmadik András, az utolsó árpádházi király uralmát. És innentől kezdve ezek az Anzsúk, tehát akik Anzsú tartományból Nápolyon keresztül jutnak el Magyarországra, a magyar történelem részeseivé válnak. Az a kor, amit Anzsú kornak hívunk, 1301. január 14-ével, harmadik András halálával kezdődik, és 1387. március 30-áig tart, amikor a magyarországi Anzsú uralom megszűnik, és luxemburgi Zsigmond, az utolsó Anzsú uralkodó nő férje hatalomra kerül Magyarországon, és hát a Zsigmond kor váltja föl az Anzsú kort Magyarországon. Ezt hívjuk Anzsú Magyarországnak, ami négy Anzsú király uralma alatt élt. Először az a 12 éves kisfiú, akit később majd mi Károly Róbertként ismerünk meg, valójában az első Károly név igazából a helyes elnevezés. Az ő fia Nagy Lajos 40 éven át uralkodott, 1342 és 82 között. Aztán előáll a skandallum, hogy először a magyar történelemben nő uralom következik be, mert hogy Lajosnak csak leányai vannak, és ennek révén Mária legidősebb élő leánya veszi át a magyar trónt. Aztán támad-e körül némi perpatvar és elégedetlenség, lényegében lemondatják Máriát, és Nápolyból hozzák az utolsó Anzsú királyt, második Duradzói Károlyt, aki 40 napi uralom után merénylet áldozata lesz, és egy nagyon zavaros időszak után 1387-ben Zsigmond fogja majd a konszolidáció feladatát felvállalni és megoldani. Na most a csúcsán így nézett ki Anzsú Magyarország, föltüntetve benne azokat az érdekeltségi, érdekövezeti területeket, amelyek történetek alakulására döntő befolyással voltunk. Ugye ez a 70-es évek állapota, amikor Nagy Lajos már lengyel király is, és mind a litván térségben, mind a tatár területek irányában aktív politikát folytat, déli irányban ugyancsak nagyon erős ennek a királyságnak a befolyása. Nyilván itt Bosznia jön elsősorban szóba, a szerb királyság, de látjuk, hogy a határ mentén elhelyezkedő román uralmi alakzatok, Moldva és a havasalföldi fejedelemség ugyancsak magyar hűbérhez igazodik, és hát ami különösen érdekes, a magyar királynak a nápolyi érdekeltsége, a nápolyi királyság felé, az ugyancsak eleven marad a 14. század során. Az Anzsú királyok ebben az értelemben a német birodalommal vetekvő terület fölött diszponáltak, vagy hangoztattak érdekeket, olykor pedig érvényesítettek is érdekeket. Tehát ez az Anzsú Magyarország ilyen értelemben ezt a fogalomkört öleli fel. Oklevélhagyaték. Hát először talán nézzünk rá, ugye? Mi az, hogy oklevél? Valamennyiünket köznapi nyelvünkben az oklevél szóhoz, valami hivatalos irat, ilyen képzetek támadnak. A szó tartalma borzasztó differenciált, szerteágazó jelentést tartalmaz mindazonáltal. Ez egy rövid oklevél, ami valójában egy nyugta. Ugye, ha elkezdedik olvasni, de nem akarom az időt ezzel húzni, ez Pál királyi országbíró adja ki, itt a végén látjuk, hogy dátum anno domini, MCCCXXX, tehát millésimo, trecentésimo, trigésimo, ami 1336 jelent, ő akkor viszonylag frissen kerül az országbíróságba, és egy párbaj kapcsán egy békeváltságot rendeznek el előtte. Tudnék, ez úgy volt, hogy a perben mindig ki lehetett egyezni. Ha kiegyeztek egymással, akkor ezt engedélyeztetni kellett a bíróval,
A bíró pedig, hogy el ne essék a jövedelemtől, amire ő számított, ha a bírságot szabhatott volna ki. A felek az engedélyt akkor kapták meg, ha valamilyen béke bírságot, béke váltságot fizettek, és ez arról szól, hogy az egyik érdekelt azt a bírói harmad részt, ami járt az országbírónak, az kifizette. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem lehet háborgatni további követeléssel, nyugtatja, hogy oké, okay, rendben van, a vele szembeni kötelezettségének eleget tett, és ez a dokumentum igazolja, hogy soha többé nem lehet ebben az ügyben tőle semmit kérni. Tehát ilyen értelemben nyugta. De nem mindig ilyen kellemes a helyzet, hogy az oklevél ilyen rövid. Hát itt egy kis darabot mutatok egy oklevélből. Hát látszik rajta, hogy ezt azért már sokkal nehezebb olvasni. Sűrű szöveget látunk rajta, a betűk nem olyan szépen formázottak. Ennek az egyik oka az, hogy én valójában egy fényképnek a fényképét tudom most csak megmutatni. Ez az oklevél nincs Magyarországon. Ez Lőcsén van, úgy hívják az iratot, hogy Lőcsei Rotulus. Ami azt jelenti, hogy egy tekercs formájú irat, és hát abban az értelemben hírhedett az oklevél búvárok számára, hogy gyanúm szerint a legnagyobb terjedelmű magyarországi oklevél. Tudnélik, ez a tekercs, hogyha kitekerjük, ez 14,5 méter hosszúságú. Tehát irdatlan hosszú szöveg, egy pernek az anyagát tartalmazza, ami a egri püspök és a szepesi prépost között támadt, annak kapcsán, hogy egy későn fölálló főesperesség a Tárca folyó völgyében Hétháros település környékét jelentő főesperesség, kinek az egyház jogi alá vetettje, kifelé tartozik a tizedeket fizetni. Na most a szepesi prépost a 13. század során egyházjogilag az esztergomi érsek felügyelete alá helyezte magát, és egy ilyen önálló püspökséggé szerveződés irányába fejlődött. De az egri püspök, aki egyébként egy híres ember, Telegdi Csanád volt, ő mondta a temetési beszédet Károly Róbert halálakor, és akkor ő már esztergomi érsek. Hát Csanád úgy gondolta, hogy nekik kéne ezt a tizedet megszerezni, és a pápához fordultak az ügyben igazságért, a pápa egy lengyel bíróságot jelölt ki, és lengyel bíróság viszi végig a pert, és ennek a peranyaga van egy oklevélbe belefoglalva, de úgy, hogy a perben bizonyítékok gyanánt bemutatott további iratok is bele vannak írva. Összesen ez a nagy oklevél 37 más oklevél szövegét is tartalmazza, és van benne egy kivételesen érdekes dolog, egy tanúvallatási jegyzőkönyv, amikor a környékben lakó 19 megbízhatónak ítélt nagyrészt egyházi ember elbeszéli, amit ő tud a főesperesség létrejöttének történetéről. Ha úgy tetszik, Magyarországon szerintem az oral historinak ez az első dokumentuma, mert 19 ember mozgósítja emlékezetét, és az a fantasztikus benne, hogy direkt az öreg emberekre hajtottak, csúnyán fogalmazva, ugye, mert hogy az ő emlékezetük nyúlhat legjobban vissza. És 1270-es évektől az 1330-as évekig 60 évet fog át ez a megmozgatott emlékezet, és mind a 19 tanú, hát persze kicsit mindenki másképp emlékezik, de picike mozaikokban nagyon szépen kirajzolja, hogy hogy jön létre egy sokáig lakatlan területen, miután azt belakják, egy új egyházi környezet, egy egyházkormányzati egység, és tehát tulajdonképpen ennek a pernek a nagyon terjedelmes anyagát tartalmazza ez az oklevél. Hát el lehet képzelni, hogy egy kutató számára nagyon nem mindegy, hogy azt az előző 4-soros vagy 5-soros iratot kell elolvasni, vagy ezt a 14 méter hosszú szöveget kell végigvinni. De ez mind oklevél. Vagy még egyet szeretnék megmutatni. Jaj, itt egy kicsit talán tudok. Jaj, nem jó. Na mindegy, úgyse olvassuk el, a dolognak a lényegét mondom. Ez az irat, ha hiszik, ha nem, a
14. század európai gazdaság történetének az alapvető dokumentuma. Ez majdnem olyan erős megrázkódtatást idéz elő, mint ma a Brexit fenyegetése Európa gazdaságára nézve a következményeiben. Mert miről van szó? Hát ha megmozgatjuk a történelem órákon egykor nagyon régen szerzett ismereteinket, talán emlékeznek arra, hogy Károly Róbert, amikor rendbe rakta az országot, konszolidálta a tartományúri rendszer után, akkor az ő reformjainak van egy fontos vetülete, a bányareform. Emlékeznek még arra, hogy az urbúrának a reformját végrehajtja. Az urbúra a királyt, a királyi bányászatból megillető járadéknak a kérdése, ami hagyományosan az Árpád-kor világában úgy nézett ki, hogy a bányászati jog csak a király népeit illette meg, és ennek köszönhetően a királyi bányászok bárhol az országba jöhettek, mehettek, ha úgy gyanították, úgy szaglás után, hogy ott bánya lehet, akkor ők azt megnyitották a királynak, bárkinek a földjén, a király számára, és a tulajdonosoknak le kellett azt nyelni, hogy cserébe a király majd valahol ad nekik valami másik birtokot, ezt pedig elviszi. Na most ezzel sokáig nem volt baj, amíg a szórt gazdálkodása jellemző Magyarországon, tehát az a szerencsés állapot, hogy mindenfele van egy kis birtokom, tehát van erdőm, szántóföldem, szőlőterületem, különböző táji adottságoknak megfelelően, direkt jó, ha sokféle helyen van a birtok. De a 13. század során ez átalakul, és tömbösödés indul meg, és senki nem szereti azt, hogy a tömbösített birtokaiba belenyúlnak, és valami értékes részt ott a király ki akar ragadni. Azt szoktam mondani, hogy hát minimum a kutyákat elengedték, hogyha megneszelték, hogy jönnek a királyi bányászok, hogy ott nagyon ne kíváncsiskodjanak, mert senki nem akarta a birtokcserét. Mit csinál Károly Róbert? Két elegáns gesztust tesz. Azt mondja, ezentúl nincs birtokcsere. Minden marad az eredeti birtokos kezébe. És mond még valamit. Ezentúl a királyt a bányászoktól megillető járadéknak harmad részét átengedem a föld tulajdonosainak. Na hát ez aztán alapvetően megváltoztatja a hozzáállást. Innentől kezdve nem úgy megkötik a kutyákat, tortát sütnek a királyi bányászoknak, hogy hát gyertek, nézzétek már meg, nincs-e itt valami a földbe, mert hihetetlen jövedelmeket lehet belőle húzni. És ennek az lesz az eredménye, hogy az 1320-as évektől kezdődően sorra nyílnak a felvidéken a bányák, és Magyarország az európai pénzpiacon arany vonatkozásában meghatározó pozícióba jut. És ezüst dolgában is igencsak az élen járunk, miközben az Európában szélesedő árutermelésnek a folyamatosan nagyon magas nemesfém igényét egyre nehezebben tudják kielégíteni. Így egyre nagyobb a magyarországi bányászatnak a jelentősége az európai gazdaságban, és ez azt fogja jelenteni, hogy az európai áruforgalomnak egy meghatározó pozícióját éri el a magyar királyság. Ez nem csak Magyarországon, valamelyes Csehország és Ausztria is részesedik ebből a jó trendből. Hát a jóisten úgy osztotta le, hogy a bányákat ide pakolta, vagy a nemesérceket itt lehetett a bányákban elsősorban megtalálni. És akkor ennek az lett az eredménye, hogy rohamosan felértékelődik gazdaságilag Magyarország áruforgalmi pozíciója, a király pedig védi ezt a nemesércet nyers formában, nem engedi kivinni, ahhoz pedig, hogy a pénzt kivihessék, be kell hozni egy csomó árut. És ez Magyarországon egy nagyon eleven élénk pénzgazdálkodást, áruforgalmat, tessék belegondolni, hogy ennek micsoda hozadékai vannak majd a vámokba például, amikor az áru tömeg megnő. Egyszerűen az Anjou-kor gazdasági felpesdülése miatt alapvetően ez a nagyon okos rendelkezés van, amit 1327. május 21-én adott ki az uralkodó, és hát gondoljuk el, hogy egy ilyen súlyú kérdésben ma hát kamionszám kéne az iratokat mozgatni, hogy hú, te jó Isten, mennyi összetevője van. Hát tényleg csak arra tessék gondolni, hogy a Brexit mögött mennyi dologba kell az egyességeket lerendezni, megtalálni, leírni. Itt
meg lehet mutatni ott azt a másfél sort, amin azt mondja, hogy egyharmad rész a tietek, és tulajdonképpen ez alapvetően megváltoztatja a kondíciókat. Tehát ez mind oklevél. És lehetne még nagyon sokféle iratot mutatni, de most illusztrációként az idő rövidségére tekintettel érjük be ennyivel. Definiáljuk ezek után, mi az oklevél. Hallgatóinak azt szoktam mondani, hogy aki utálja ezeket a szó szerinti körmönfont definíciókat, nyilván az ember abóvó tiltakozik ilyenek ellen a agyában, annak két szó, jogbiztosító irat, mert ez a dolognak a lényege. Jogbiztosító irat, ami azt jelenti, hogy vigyázni kell rá, meg kell őrizni, mert szükség esetén ezzel lehet védhetetlenné tenni fennálló állapotokat, kikezdhetetlenné, tehát azok a leírt jogok, amiket oklevelek tartalmaznak, azok ilyen értelemben századokon keresztül fontossággal bírnak, és őrizni érdemes, kell, szükséges őket. Ott van egyébként a cizellált meghatározása is, tehát az első elem meghatározott külső és belső formák szerint szerkesztett. Nem akárhogy néz ki, szabályok vannak. De hát ma is a hivatalos iratoknál azért hozzászokunk mi valamilyen információ közlési technikához, rendhez. Ez mindig sarkos, mindig alakiasak az ilyen dolgok. Ez mind a külső kinézet, mind pedig a tartalmi információ közlés tekintetében érvényes. Nagyon lényeges az, hogy önmagában álló befejezett és lezárt irat. Ma a jogéletnek az a jellemző vonása, hogy egy kazal papír összetartozik. És ha én a kazal összetartozó papír egészét látom, akkor tudok eligazodni arról, hogy miről szól a dolog. Életem legborzasztóbb ilyen aktának nevezett papírja, az 20 forint nyugtáról szólt, egy kiállított nyugta. Azt szoktam mondani, hogy átérhetővé tehessem ezt a hallgatóknak, hogy amikor a futballpálya szélén, őszinteségi rohamában vagy a naftól való félelmében a tökmagáros elkezd papírokat adni, nyugtát adni, ugye, akkor mit csinál a derék közönség? Elhajítja. És a szél ott fújdogálja a következő napokban százával a nyugtákat. Ez a 20 forintról kiállított nyugta, ez ugyanilyen volt. De ha helyén látom, akkor nagyon nem mindegy, hogy miről szól az a nyugta. Amit én láttam a levéltárban, az egy segédorvosnak kiállított 20 forint volt, aki a Szegedi Csillagbörtönben a napokban, ugye megemlékezés volt Kovács Józsefről, aki egyetlen kivégzett mártírja Szegedi 56-nak, az ő kivégzésén a halál beáltát, ez a segédorvos állapította meg, amikor levették a holttestet az akasztófáról. És be van fűzve a peranyagnak a végére ez a 20 forintos nyugta. A modernkor ügyintézése aktákkal dolgozik, ami összetartozó irat együttest jelent, és ha én az ügy egészét akarom érteni, akkor a maga helyén kell elolvasni azt az iratot, és akkor áll össze az információ tömeg. Ez a nagyon nagy különbség az oklevéllel, mert az oklevélben, ha 20-szor futnak neki a történetnek, akkor 20-szor fogják elmondani, hogy ekkor, az meg az pofon vágta, mit tudom én, a jobbágyot. És akkor ebből lett a kalamajka, és mondja, hogy folytatódott az ügy. Elmondják, leírtak meg egy fél oldalt, amikor valaki benyögi, hogy ő halasztást kér. Hát megadják a halasztást. Két hét múlva jönnek, arról is kiállítják a papírt, ugyanúgy kezdik el, ahogy előtte, és megint végig mondják a történetet egy lépéssel további. Önmagában álló befejezett és lezárt. Abból az egy iratból valamilyen mélységig, nem egyforma mélységig, mert nyilván minél hosszabb, annál inkább tömörítésre játszanak, de mégis egyetlen iratból látszik az ügymenetnek az egésze, megragadható. Tehát ez a modern ügyintézés, a 16. század, ugye azt szokták mondani, hogy ez a tintanyalók százada. Amikor az államhatalom
intézményesülése elsősorban az abszolútista rendszerek kiépülésével összefüggésben cizelláltabbá válik, és mindenről csinálják az iratot. Egyszerűen nem győzik, nem lehet régi középkori módon Ádámtól Évától mindig végigmondani a történetet. És itt van a nagy különbség a modern ügyirat meg a régi középkori oklevél között. És akkor itt az utolsó két pont az, amit betömörít a jogbiztosító irat kifejezés. Mindig valamilyen jogi relevanciája van az oklevélnek. És azért keletkezik, hogy bizonyítani lehessen azt a jogi körülményt általa. Menjünk tovább, mert látom, nagyon megy az idő, én pedig szószátjár módon elveszek megint a részletekbe. Összefoglaltam, hogy milyen forrástani sajátosságai vannak az okleveleknek. Azért szeretik a történészek, mert ezeket nem az utókor tájékoztatása érdekében írják. Mihelyt megpróbálunk írni az utókor tájékoztatása érdekében, azonnal nagyon szubjektívé válik a írásunk. Próbáljuk ki. Hát ma valaki azt mondaná, hogy hónappal az önkormányzati választások után írjuk le az állapotokat, hogy majd 100 év múlva, meg 200 év múlva eligazodjon az utókor belőle. Hát állítom, hogy azok a leírások szélsőségesen eltérnének, és vagy innen, vagy onnan, ilyen szemüvegen, olyan szemüvegen látnánk. Azt gondolná az ember, hogy milyen jó a középkor kutatónak, ott vannak a krónikák, amik elmesélik a történelmet. Hát ez nem olyan jó a történésznek, mert a krónikák sajnos ezeket a beállításokat vastagon tartalmazzák. Ugye? És ilyen értelemben elfogultak. Ellenben, ha én jogi iratokat olvasgatok, azért annak mindig azon a kiindulásába, hogy a valósághoz lehetőleg igyekezzünk a legvégsőkig ragaszkodni, hiszen én adott kondíciókat szeretnék megvédeni, és hogy ezt jól tudjam megvédeni, az akkor a legsikeresebb, ha a valóság van odaírva. És ilyen értelemben ezek spontán keletkeznek, nem tudatos, előre kigondolt koncepció jegyében íródnak, hanem spontán módon keletkeznek. Azért hívjuk őket primér forrásnak, mert közvetlen el lehet hinni általában az adataikat, míg egy krónika a szekundér forrás, ott először mindig a szemüveget kell belőni, hogy annak milyen torzító optikája van, és hogyha tudom a szemüveg torzító optikáját, akkor kezdhetek valamit a megörökített adattal. Tehát ez a különbség a szekundér meg a primér történeti források között. És hát ilyen értelemben nyilván ez sokkal objektívebb, és nem az a szubjektivitás jellemző, mint általában a narratív forrásokat. Világos, hogy gyakorlati célú az indítatás mögöttük, nagy tömeg áll rendelkezésre, ez nagyon jó dolog. Nagyon sok kontrolladatot lehet keresni, számítani lehet rájuk, és adatsorokat lehet felállítani belőlük adott szempontból. Nyilván az is fontos, hogy a történés és a megörökítés egyidejűsége a jellemző. Tehát általában akkor írják le a jogi dolgokat, amikor az aktuális, amikor ott valami helyzet van. Tehát ilyen értelemben nem torzít az emlékezet annyit rajta, mint mondjuk egy krónika esetében. Nagyon sok oldalúak az információk. Tehát a legkülönbözőbb és legváratlanabb információk zúgnak ki az oklevelekből. Csak tessék olyanra gondolni, hogy mit tudom, valahol végrendelkezéshez egy öreg ember, öreg asszony ágyához papot hívnak, hitelesei tanút, és ott leírja a végrendeletet. Az oldal szalonnáig le van írva, ugye, hogy miről hagy rendelkezést a jövő számára. Ruházat, fegyverek, tárgyak, vagyontárgyak. Megelevenedik előttünk a hétköznapi világ úgy, hogy semmi más, ezt nem írták le a krónikások, hogy mit tettek, hogy öltöztek, milyen tárgyakkal lehet a társadalom különböző szegmenseinek közegébe számolni. Vagy tessék abba belegondolni, hogy egy határjárás. Amikor körül mennek egy hatalmas testű birtokon, és akkor iszonyú terjedelemben volt szerencsém a zágrávi püspökség birtokainak határjárását végigolvasni. Hát egy püspökségnek mennyi birtoka van. És minden birtok testen körülmegy, és végigmondja a fa neveket, birtokneveket, szomszédokat, mint a filmen, úgy jelenik meg az ember előtt ez a világ. Tehát hallatlan sok oldalúságban. És a hétköznapi életviszonyok közvetlen, eleven megjelenítésére alkalmas forrásról van szó a oklevelek esetében.
Mennyi van belőle Magyarországon? 1526 előttről hozzávetőleg 210 ezer dokumentum maradt fenn nyilvántartási szám szerint. Nagyon egyenetlen a megosztás. Az Árpád korból, az ugye 300 év, 10 ezer darab iratról van szó. Az Anjou korból, a jelzett időszakban 1087-ig, körülbelül 55 ezer darab irattal lehet számolni, és ez az a nagyságrend, ami a későbbi időszakokat, a Zsigmond kort, a Hunyadi kort és a Jagelló kort is jellemzi. Na most a magyar középkornak a forrás adottságait, tehát mit tudunk a történelmünkről? Persze, hát vannak narratív források, de fél ezer év alatt, ha én valamennyi elbeszélő forrást, krónikát, gesztát, legendát, vítát, ugye életrajzot tekintetbe veszek, akkor is 5-6 vaskos kötegbe a teljes szövegállomány belefér. És akkor a krónikának a különböző verzióit mind külön-külön, ugyanazt mondják el alapvetően, beletettem abba az 5-6 kötetbe. Tehát azért ez nem új információ, ami abban van. A jogi források, amikor törvényszövegekkel keresztül próbálom megközelíteni a régi időszakot, és hát mindenkinek eszébe jut, hogy aranybulla, 1151-es törvények, ilyen törvények, olyan törvények, Kálmán törvényei, István törvényei, az egész egyetlen terjedelmes kötetbe belefér. Ezzel kell szembeállítanunk a 210 ezer Mohács előtti oklevelet. Tehát Vak is látja, hogy semmi nem vetekszik információs bázisban az oklevél hagyatékunkkal. Milyen az ismertsége és a feldolgozottsága ennek az oklevél hagyatéknak? Nagyon későn indult meg. Tehát a módszeres, szakszerű, kritikai alapállású oklevélvizsgálatok lényegében a dualizmus időszakában indulnak el. Ez összefügg azzal, hogy a kiváltságlevelek akkorra vesztik hatályukat, egy polgári jogrendben semmi jelentősége nincs a középkori kiváltságlevélnek, magyarán nemes családok terhes feladatnak tekintik régi levéltáruknak az őrzését, és felajánlják az államnak, a múzeumnak, a levéltárnak. A Magyarországos Levéltár 1873-74 során szervezik meg. Tehát Isten igazából az intenzív, szisztematikus oklevélkutatások akkor indulnak meg. És párhuzamban lehetne állítani az egyetemek létrejöttét, ahol a megfelelő szakképzettséget a történészek megszerzik az oklevél vizsgálatokhoz. Ez mind ide kötődik. 50 jó éve volt az oklevél kutatásoknak a 19.-20. század fordulóján. 1920 táján ez megtörik. Szétesik az a nagy egység, aminek a történetét megmutatják ezek az oklevelek, széthullik az állomány is, mai napig idegenben vannak okleveleink, igen tetemes része, az utódállamok levéltárai őrzik ezeket. Ugye nyilván nagyjából ennek a 210 ezernek a feléről tudom azt mondani, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár leltári őrizetében vannak. Ez a Mohács előtti gyűjtemény, a diplomatikai levéltár. Annak a legmagasabb leltári száma 110 ezer körül jár. A többi a szanaszét. Egy része az országban, de a tetemesebb része az országon kívül van. Na most az a jó 50 év, az azt jelentette, hogy az Árpádkor 10 000 oklevelét megközelítőleg teljességben feltárták, publikálták, hozzáférhetők az információk, az adatok. Onnantól kezdve viszont egyre rosszabb a helyzet. Az Anjou korból 7 kötetet adtak ki, ami az első világháború végéig eljutott 1359-ig, de egészében nagyjából 3500 oklevelet közölnek. Mennyit is mutatott ott az előbb az Anjou-kor oklevél hagyatéka? 55 ezret. Tehát ahhoz képest az a 3500, az nem túl nagy szám. A Zsigmond korra feldolgozási tervet csináltak, komoly előmunkálatok voltak, de mikor jelentek meg kötetek belőle? Az 1950-es években 3 kötetet Május Elemér adott közre. Hát semmi becsülete nem volt az 50-es években ennek, mert hát minek volt akkor becsülete? Tudományos, szocializmus, meg hát az osztályharcos történelem kutatásnak marxista-leninista alapokon, azért adták a Sztálin díjakat, meg a mit tudom én micsodákat, középkori oklevél, ugyan már, hát a dolgozó parasság, meg a munkásosztálynak a múltja, az nincs benne természetesen, vagy nagyon gyéren az oklevelekben, hát kutyát nem érdekelte, ez egy megtűrt tevékenység volt akkor,
Faramúci és paradox helyzet, hogy ma az 50-es évek történettudományi termésének úgyszólván ezek az egyetlen maradandó elemei, amit ma is leveszünk a polcról és használjuk őket. Akkor nem sokra becsülték. Na most még rosszabb helyzet a Hunyadi kor meg a Jagelló kor, itt még tervek sincsenek a mai napig se, hogy mit lehetne kezdeni azokkal a irat tízezrekkel. És ebben az a nagyon sajnálatos, hogy a legnagyobb nemzeti királyunk Hunyadi Mátyás időszakának az ország napi élettörténetét mutató oklevelek tekintetében nincs feldolgozottsága. Tehát azt majd egyszer talán valakik megcsinálják. Tehát az iratok igen tekintélyes része az gyakorlatilag hasznosulatlan a történet tudomány számára. Érdekes, hogy a 20. század végén megélénkültek Magyarországon az oklevélkutatások. Mik jelzik ezt? Az árpádházi királyok okleveleinek lezárult a feldolgozása. Összes árpádházi király ismert összes oklevele egy kiadványon keresztül meg is kézbe vehető, az információi birtokba vehetők. Elindult az anjoukori oklevéltár. Folytatódott a zsigmondkori oklevéltár, az erdélyi okmánytár megindult, és nagyon sok középkori családi oklevéltárat is közreadtak. Na, és akkor most érkeztünk ide, komoly veszteséggel, mert szinte elment az időm, az anjoukori oklevéltárhoz. Két tudós játszott bennem meghatározó szerepet, nevezetesen Májusz Elemér és Kristó Gyula. Majd mindjárt visszakapcsolom, de ezt a könyvet szeretném megmutatni. Ők együtt működtek a Túróci Krónika kritikai kiadásának elkészítésén. Ez maga a szövegállománya ennek a kritikai kiadásnak, amit Kristó Gyula és egyetemünk jeles latinos tudósa, Galántai Erzsébet készítettek el. De Májusznak mi a köze ehhez? Májusznak az a köze ehhez, hogy két kötet latin nyelvű kommentár kapcsolódik ehhez a kritikai kiadáshoz, amiben Európa középkorászai a magyar történelem, nyilván egy középkorász tud latinul, a magyar történelemre vonatkozó tudnivalók elérhetők, megtudhatók. Májusz egyébként kötődött a Szegedi Egyetemhez, 1930 és 34 között ő itt tanszékvezetője volt a bölcsészkar középkori tanszékének, és hát nyilván Kristó Gyulának a nevét nem nagyon kell itt mondogatnom, mert hogy ő volt a Szegedi Egyetemnek a rektora is, és hát számos hallatlan nagyszabású történet tudományi vállalkozásnak a kitalálója, megvalósítója volt. Hát valószínűleg a történeti intézet legszámottevőbb mértékadó hagyatékát hátrahagyó tudósról van szó. Tehát a kettejük közös ötletének a megvalósítási feladata Kristó Gyulának jutott. Anjoukori oklevél pár címmel készül ez a feldolgozás. Az első kötetnek van a kinyitott címlapja, Kristó Gyula készítette, 1990-ben jelent meg. Ide tettem az egyik utolsót is 2018-ból, amit egy fiatal kollégám, Piti Ferenc csinált, az anjoukori oklevéltár 1364. évet feldolgozó kötetéről van szó. Ő egymaga most már több mint egy tucat oklevéltárat készített el, tehát meghatározó a teljesítménye az anjoukori oklevéltárból, és még ide tettem a legterjedelmesebb kötetet, amit egy fiatal tanítványom készített el, Pap Róbert. Ez az 1358-as évet dolgozza fel, önmagában 1500 irat van ebben az egy kötetben. De mit jelent az, hogy igen, hát akkor itt egy külső címlapot is ide tettem az 1330-as évből, hogy lássuk, hogy néz ki küllemében, bár hoztam a legfrissebbet, a múlt héten jelent meg, tehát látják, ugyanez van a képen. Na, hát akkor azt mutatom meg a maradék kevés időmben, hogy mire is irányul ez a feldolgozás? Három egységet látunk benne. Van egy címsor, ott leolvasok, hogy mikor keletkezett az irat. Utána magyar nyelven kapunk egy irat tartalmi kivonatot. Minden érdemi információ, ami az iratban benne van, tömörített formában ebben a magyar nyelvű kivonatban benne van. Úgy hívják szaknyelven, hogy regeszta. Miért? Ma már a történettudósok között is egyre kevesebb, aki nem szalad el a latintól.
magyarul kell a hozzá, az információk hozzáférhetősége tekintetében megbízhatóan közreadni az információkat. Minden névalakot abban a formában írunk le, ahogy a kézirat tartalmazza. Nem magyarítunk semmit. A mutató hátul majd megmagyarítja, de megjelenítjük a felhasználónak, ami az iratban látható névinformáció. Egy-egy ilyen kötetben, amit láttunk, 15-30 ezer közötti névinformáció van. Egy feldolgozó egyesével lövi be azokat, hogy mi az, hol van, milyen mai helyen lehet azonosítani. Tehát hihetetlen macerás munka. De egyébként minden adatszerű információt rögzít a iratkivonat. Alatta ott egy apparátust kapunk, az apparátus az a adott iratra vonatkozó összes föllelhető iratváltozatot elérhetőség szerint, leltári hely szerint rögzíti. Egy-egy oklevelet nem egyszer írnak le. Természetesen az idők során átírják, lemásolják, újabb és újabb verziók keletkeznek, perekben felhasználják, bemutatják bizonyítékként, rögzítik belőle a lényeget. Tehát nagyon sokféle fennmaradási formája van egy iratnak. Az Anjou korra nézve el tudom azt mondani, hogy abból az 55 ezer iratból 30 ezer az, ami eredeti állapotában van a birtokunkban. És 25 ezer az, ami vagy átírásban, másolásban, kivonatban, említésben, tehát más fennmaradási formáiban. Itt össze van gyűjtve minden fennmaradási forma, ugyanarra az iratra vonatkozóan. Maga a szöveg reflektál alatta az apparátusra. Tehát amikor zárójelben eltérő információval találkozok, akkor ott van, hogy az A5-ös az még ezt is megmondja. És akkor ott le kell olvasni, hogy mi az A5-ös. És akkor látjuk, hogy az információk ott hogy tevődnek össze az iratok összességéből. De azt is kínálja az anjoukori oklevéltár, hogy a szövegek egymással való összefüggései is tisztázódjanak. Mit, miről másoltak? Ezt meg kell állapítani. Mindent mindennel össze kell hasonlítani. És a legvégén alul, ott a K, az a kiadást jelenti, publikáltak-e belőle valamit. Hol lehet nyomtatva elérni belőle bármit is a korábbi időből? Vagy készítettek a röbetű, az a regeszt, a kivonatot belőle? És aztán még tartalmi információkhoz megjegyzés rovat egészíti ki a végén. Tehát minden feldolgozott dokumentumot ebbe a formába kell hoznunk, és az információk teljességét egybekapcsolni. Mi a dolog célja? Hogy a felhasználó minél később kényszerüljön arra, hogy utána menjen eredeti kéziratnak. Ki kell szolgálni a felhasználót? Olyan regesztát kell csinálni, ami minden tudnivalót magyar nyelven közöl, megbízhatóan közöl, amire a történészi munkába a továbbiakban építeni lehet. Megint visszatérek a oklevekhez. Egy-két nyalánkságot szerettem volna még bemutatni itt a feldolgozás kapcsán. Itt vannak óriási fogások. Nekem a legelső okmánytáramba akadt ez a fogás. Ez egy nemzetközi szerződés a magyar és a cseh király között 1327. februárjából. Békét kötöttek, megállapodtak abban, hogy gyermekeiket összeházasítják a szövetség jegyében. Na most nagyon picike hátulgombolós gyerekekről volt szó, ilyen 4 éves, 5 éves kisgyerekekről. A következő, aztán másfél éven belül meg is halt a magyar királyfi, aki ennek a ügyletnek a részese lett volna, és ezeket a dolgokat összegzik az iratban. Tudtuk, hogy van ilyen irat, de senki nem látta soha kéziratos formában. Miért? Mert nem volt Magyarországon. És onnan volt információnk, hogy 1740-ben egy salabakterben, német diplomatáriumban egy német tudós kiadta a szöveget. De mi a baj ezzel? A német tudósnak fogalma nincs a magyar helynevekről, és félreolvas mindent, mert hát helynevet a legnehezebb elolvasni, hiszen ott a nyelvi megértés nem igazítja ki a dolgot. Hát a betűvonalakat meg lehet így is látni, meg úgy is látni. És hát abban a formában ismertük, csak amikor lekötik azokat a birtokokat, amelyeket hitbérként a hozomány részének tekintenek, hát ott van egy csomó birtoknév valahol ott az oklevél középső szakaszában, nem húzom bele az időt, de itt kinagyítottam azt a részt, ahol egy csomó birtok, vagy jó pár föl van sorolva a piros vonal között.
ezek félre voltak olvasva. Nem lehetett tudni, hogy miről is van itt pontosan szó. És akkor kiderül, amikor szisztematikusan nekiáll az ember, és leltári számról leltári számra halad, te jó ég, Prágában megvan ez az irat. Mert mit csináltak? Hát azt csinálták, amit ma is. Aláírunk egy nemzetközi szerződést, biztos ezerszer láttuk a híradó képekbe, utána fogjuk, kicseréljük, kezet rázunk, megöleljük egymást. Te viszed a általam leírtat, én viszem az általad leírtat. A magyar király kancelláriája által leírt szöveget elvitték Prágába. De a csehek se tudták, hogy ott van, mert a csehek is mit csináltak? Ugyanazt az obskurus 18. századi rossz szöveget nyomtatgatták ki végig a szerződésben, mert nem voltak vele tisztában, hogy bent van a levéltárukban, az eredeti állapotában gyönyörű, szép, tiszta, olvasható diplomáciai szerződés szöveg. És innentől kezdve minden birtoknevet el lehet pontosan olvasni. Hát a magyarok írták le a saját országterületük birtokainak a elnevezéseit, hát ezt nem olvassák félre, természetesen ők tudják, hogy mi az. És amíg csak sejtettük, hogy hát talán ez a birtok az lehet, talán ez nem találgatás többé, hanem egyértelműen megállapítható. Vagy itt van egy másik nyalánkság, nagyon csúnya a szöveg, nehéz olvasni. Ugye tudjuk, hogy van egy híres bányavárosunk, Gölnitz bánya a Felvidéken. Gölnitz bánya a Kun László királytól kapta az első kiváltság levelét. A városokra különösen jellemző, hogy hát azok nagyon ijedősek voltak. Mindig meg lehetett őket támadni, mindig ki lehetett fosztani. Azért a legkisebb baj esetén futottak a királyhoz, és újra kiadatták a kiváltság levelet. Változott a király, változott a pecsét, akkor futunk, nehogy az legyen, hogy majd az nem ismeri el a régit. És csináltatunk vele újat. Hogy csinálják ezeket? Nem a legrégibb szöveget viszik be bemutatni, hanem az utolsó megerősítést viszik el, és akkor a köré írnak egy új bevezetést, meg a végére egy új záradékot. Minden ilyen városi kiváltság levélre, vagy nagyon sokra az a jellemző, hogy mint a Matrioska baba, keretbe zárják. Ez egy 18. századi másolat, ami Gölnitz bánya kiváltság levelének a megerősítését tartalmazza, korábbi megerősítéseken keresztül. Csak az ember elkezdi számolni, hány nyitókeret van, és hány zárókeret van, és nem egyezik a szám. Ott van a pont, látjuk, nem tudták elolvasni. Egy szakaszban kihagyták. És így nem tudtuk meg, hogy Kun László mikor adott kiváltságot Gölnitz bányának, mert az ő oklevelének a vége nincsen benne. Összesen, és ez az a változat, amit az előbb mutattam, ebben ez annak az oklevének a kivonata. Látjuk, hogy átírásban 5 szövegpéldány van. Érdekes módon 4 az mindig azzal zárul, hogy hiányos másolatban kelet nélkül, hiányos másolatban kelet nélkül, hiányos másolatban kelet nélkül, a negyediknél is ezt olvassuk. Igen ám, de a szisztematikus feltárás az azt jelenti, hogy találtam egy jelzetet, ami egy 19. századi jelzet, az 5-ös, Szepesi káptalan 1637-ben átírta az iratot, azt bemutatták Ferdinánd király, harmadik Ferdinánd királynak 1637-ben, és első Ferenc királlyal 1813-ban átíratták. A modern bürokrácia már azt jelentette, hogy első Ferenc alatt az úgynevezett királyi könyvekbe belemásolták a király által kiadott oklevének a szövegét. Kutya nem szokta elolvasni ezeket az újkori másolatokat, azt mondják, hogy rosszul olvastak már, meg amúgy hát ez nem régi szöveg. De mi az érdekes benne? Hogy a szöveg hagyománynak egy más szálán maradt fenn a szöveg. Az összes többi úgy indul, hogy első Lajos király 1359-ből. Ugye? És valószínűleg azt nem tudták később elolvasni, sérült lehetett az oklevél, és ezért vannak a nagy hiányok. Ez viszont nem első Lajos király átiratán keresztül örökíti meg első Károly oklevelét, hanem a Szepesi káptalan közvetlenül az 1327-es iratot látta. Az az irat, az nem rongálódott meg. Ők le tudták írni az utolsó betűig. És mert le tudták írni az utolsó betűig, így ennek van egy másik változata, ott, ahol az előbb a kipontozás kezdődik, az ebben az 5-ös szövegben folytatódik, és pontosan megmondja, hogy millésimo, ducentésimo, octuagésimo, septimo. 1287. Innentől kezdve nem kell találgatni, hogy Gölnitz bánya mikor lett kiváltságolva. Ott van a szöveg, 19. század tartotta fenn.
Ezért kell egybe gerebjézni a teljességet, az információk összességét, mert itt a mozaik meg a kirakós, ő úgy lehet ezeket az információkat teljessé tenni. Tudom, hogy nagyon elment az idő, azonnal befejezem, megmutatom, hogy ma hol áll a sorozat. A sorozat az a könyves polcomon másfél polcot elfoglaló mennyiség, hogy még melbevágóbb legyen, a szőnyegre kiterítettem a köteteket. 42 kötetnél járunk. 1990 óta csináltunk meg a 70 körüli számból 42-t. Na most én, amikor először hallottam erről a vállalkozásról, akkor első éves egyetemista voltam, 1979. februárjában. Úgy hallottam egy ilyen kritikus megjegyzést, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás. Ördög gondolta akkor, hogy majd nyakig benne leszek, és így 60-on átlépve azt mondom, hogy túlhaladtunk a felén. Szerencsére van néhány fiatal, az előbb jelzett Piti Ferenc, vagy hasonlóan fiatal Halász Éva, vagy Szőcs Tibor, akiknek esélyük van arra, és megvan most már az a tudásuk, meg gyakorlatuk, amivel remélhetőleg ez nem torzóban maradó vállalkozás, hanem egyszer az Anzsukorra nézve minden írott információ elérhető, magyar nyelven tudó ember számára használhatóvá válik. Ez pillanatnyilag kb. 23 ezer oldal információ. Ha névadatokat adnám össze, akkor nagyjából 600 ezer körüli névadat van benne helyretéve, hogy mi merre. Tehát ennél teljesebb tudás a 14. századi magyar történelemre nézve nem igen van. Még egyszer biztos nem csinálja meg a magyar tudomány. Úgyhogy bízunk benne, hogy mint a fiatalság a nyugdíjas éveihez közelít, akkor már nem csak másfél polcot fog elfoglalni, hanem 2,5 polcot, és azt mondjuk, hogy teljes befejeződött. Szerettem volna még arról beszélni, hogy mit tudunk meg erről a világról, honnan van az ereje ahhoz, hogy Litvániától Dél-Itáliáig érvényesítse a magyar uralkodó az akaratát, de majd akkor lehet, hogy egyszer egy másik előadásban fogom ezt elmondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen az előadást! Jövő héten a Szabad Egyetem előadássorozat keretében dr. Lenner Tibor érkezik, az ELTE-Szavaria Egyetemi Központ tanszékvezető egyetemi docense, aki a Budapest település morfológiája című előadását fogja itt megtartani. Szeretettel várunk mindenkit jövő héten is, viszontlátásra! Thank you.